Megmentettük a harmadik maszkunkat, Kupunavát, aki az időnek a maszkja, és nagyon érdekes dologról beszélt, mert ő tudja, hogy mi van a jövőben, és sokkoló és megrázó dolgot tudott Crash és Coco jövőjéről. Na, erre kíváncsi leszek, hogyan folytatódik a történet, vágjunk is bele. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot 4 részben. Te is vártad már ezt a havas dimenziót, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi Crash videókért feliratkozhatsz. Ez a Run It By You című pálya volt, ahol megmentettük az időmaszkot. Innen csúszunk tovább a 11. dimenzióba, ez a havas dimenzió, 1954-et írunk, és a pálya neve Snow Way Out. Aki követi a csatornát, az tudja, hogy ez benne volt a demóba is, úgyhogy ezt elsőre minden hibátlan, minden szuperül, minden meg kell csinálnom, mert ha nem, akkor nem gyakoroltam eleget. Ja, és itt van ez a jó kis átvezető. Crash. Itt van Cortex. Az üzenete. Megyünk fel a hegyekbe, csak meg ne fagyjunk, hát igen. Hát igen, többnek tűnik, mert nem először győztük már, nem másodszor, nem harmadszor, hanem voltak még Crash játékok, csak hát nyilván ez a rész onnan folytatja, ahol a három befejeződött. Na, itt van akkor az új maszkunk, ki lehet próbálni, ezt a kacsát pedig hát csak eddig hozhatjuk, semmi baj. Gyerünk, akkor teljesítsük elsőre hibátlanul ezt a pályát, úgy, ahogy demóba is meg tudtam tenni, és használjuk ezt az időmaszkot, Kupunavá. Ez a bemutatkozó pályája, akkor érdekes, hogy ez az első, és ezt tették a demóba. Mondjuk ez a csúszkálás, ez nem túl egyszerű, viszont menni fog nekünk. Egész jó, én úgy gondolom, hogy tényleg tudjuk teljesíteni, ahogy eltervezték nekünk ezt a pályát. Oké, és tudom, hol van a rejtett drága kölyök, tudok én már minden ezen a pályán, rejtett dobozokat is, úgyhogy ez egy kis csendesség és egy kis nyugalom a végigjátszásba, ez már ismerjük, de ennek a bónusz pályája is nagyon király amúgy, úgyhogy majd azt is teljesítjük. De ott legalább amúgy nem baj, hogyha hibázunk, az mondjuk benne van a bónusz pályában, hogyha ott meghalunk, akkor nincsen belőle gond. Itt is van, és akkor megyünk ott és megszerezzük a dobozokat. 33 doboz, itt akkor megtapasztaljuk ezt a nitro robbantást, úgy bizony. Jövünk erre, ezt megállítjuk, úgy ide fel, aztán akkor kell nekem ennek az aktiválása, na még egyszer így, erre ráugrok, onnan erre, így, itt megállítom megint az ideje, túlcsúsztam, ezt már nem érem el, na, túlcsúsztam, semmi baj, jövök aztán újra, csúszok és ide fel, innen pedig hasalással le, oké, és itt kell ezeket még elhasalnom. Erre ráugrok, megállítom az időt. Nem jókor állítottam meg az időt, úgyhogy megállok. Így. Most már jól állítottam meg időbe. De időbe állítottam meg az időt. Igazából csak lassítja, úgyhogy erre oda kell figyelni. Tehát az időmestere azért nem teheti meg, hogy megállítja, de a lassítást azt meg tudja tenni. Meg is volt a 33 dobozunk. Igazából csak 153 van ezen a pályán, nem túl sok. Lassan. Ne roncsuk már el itt. Itt van ez az ellenfél, nagyon tüskés, úgyhogy csak a kobakra ugrunk. Ennyit erre. Jó, következő. Jó. És akkor innen látszik egész jól, ott van egy extra doboz. Oda kell nekünk fel csúszva ugorni. Innen csúszok, hip-hop, aztán meg is van ez a rejtett doboz. És akkor itt pedig megállunk egy pillanatra, kérdőjel, felkiáltójel, lehetett hallani Cortexnak a nevetését, ezt megmutatták nekünk, hogy ez mi volt vagy hogy volt a demóba is, majd azt a pályát is teljesítjük természetesen, csak időkérdése. Haha, mint az idei maszk, ugye? Időkérdése. Hát igen. Jó, és akkor itt lesz majd szembe flashback tép, úgyhogy itt nem kellene már leesni, hanem szépen innen csak megszerezni. Jó, ezeket összetörjük, kiválasztunk egy normális kis platformot, ez lesz az,
innen pedig, ha itt nincsen még egy normális platform a másik oldalt, akkor úgy lesz, hogy ott van az a doboz, ráugrok erre, innen erre a dobozra, aztán megyünk, itt hátul az az egy volt, megyek arra, itt erre a jegesre, mert itt jobb szélen lesz elrejtve a rejtett drágakő, ott van felül, a legfelső dobozra, vagy hát nem is fontos úgy tűnik a legfelsőre ugorni, de azért rá kell ugorni egy dobozra és onnan felugrani. Jó, ez is megvan. Ott van, nem tudom, az Penta Penguin vagy ki akar lenni, de van rajta néhány vumpa, amit nem fontos összegyűjteni. Úgyhogy az ott marad. Viszont ezt a fölfelé nyilasat nem szabad itt hagyni, mert itt van egy doboz, meg fölötte még egy doboz volt. Tehát nem szabad itt gyorsan összetörni akármit, hanem csak türelmesen. Oké, erre ráugrok még, és innen be ide. Itt van még néhány doboz, ez a 25 vumpa az jól esik majd, meg is van a második vumpás drágakő. Jövök ki a platformra, rá a checkpointra, így, és újra akkor a maszk segítségét használ. Mondom, a maszk segít, így bizony, ott leállítom, jó, ez mehet. Oké, megvárom a platformokat, mert itt van egy, hát egy cseppet nehéz doboz, odafent van. Itt ezt én megállítom, itt lehasalásból felugrok ide, és én így ezt meg tudom oldani, de egyébként az előzőről is meg lehet, tehát ahogy visszábot volt, abból is meg lehet. Hoppá, ezt nem jól csináltam, nem jókor nyomtam meg az időlassítást, most lassítok, és megyek végig. Így, checkpoint, aztán itt vannak a dobozok, jó, jöhetnek a platformok, lelassítom az időt, mindig a megállítást mondom. Valamiért, az bekapcsolódik, nézzük, jönnek a platformok. Jó, itt megállok egy picit. Ó, nem, jókor, de... Hát én újra kezdem. Na most elrontsuk, már elég volt egyszer elrontani. Jó, itt van, aztán mehetünk. Fúha, na jó van. Hát akkor történhetnek ilyen dolgok is. Nem baj, nem baj. Egy helyen rontottam ott el, bevallom, nem is vágom ki, ott van a hibám. Tanuljatok belőle. És ott szélen van egy ilyen platform, jeges platform, úgyhogy óvatosan. Itt kell még odáig eljutni, ott a falig, aztán onnan föl jutni, és ott van a pálya vége, úgyhogy ez már a cél egyenes. Itt ideugrok komához, ja, komának annyi. Itt kell még a másik komához eljutni. Itt jön a platform, és ezt meg tudom tenni. Jó, mert ott is van néhány doboz. Aztán majd vissza. Oh, hát ez mi volt? Mellé ugrott volna? Második sor, vagy oszlop platform is kellene. Habár mondjuk, óvánk ez még nem jó, mert az leesik. Hol jön egy rendes? Az jeges, de attól még így ráugrok, és akkor innen pedig idáig. Jó, utoljára a TNT-t aktiválom. Vagy már megvan? Ja, már megvannak a drágaköve, a pumpás drágakövek fordítva. Már azok megvannak. Erre megy a kis hajókára. Aztán ide, itt vannak még rejtett dobozok a vízesés mögött, ezeket így összetörtem. Itt van kettő nitrós, amivel vigyázni kell, túlságosan nagyon nem, de azért vigyázzunk. Akku az segített volna egyébként, itt elpörgöm. Ide a felugrok az nem fontos, mert itt nincs felül semmi. Csak azért megmutattam, hogy oda is fel lehet ugorni, mert a Ship Happens a másik idővonal, és a Cortex idővonalán ott az olyan, hogy ott felül van bizony érték. Ide felugrunk, ez a három doboz, és kell még a kettő nitrós, amit ezzel robbantunk fel, és így teljesítettem hibátlanul. Most már, hát jó van, egyszer ott elnéztem azt a gomnyomást, de a lényeg a lényeg. Pálya teljesítve, mind a hat drágakő, és őrületesen tökéletes relikvia. Oké, okay, flashback tép is megvan time trial is feloldva, és hát még kell majd egy drágakő a skinért, amit úgy lehet megszerezni, hogy az invertált módba megyünk. Folytassuk. Szóval itt akkor megnyílik egyrészt a flashback gépezet, már azért néhány fel van oldva. Ez érdekes ez a név, hogy Bandicoot versus Wombat Evil. Érdekes. Mehetnék most itt a relikvián meg az invertálton is, de szerintem most ezt pihentessük. Ha folytatjuk, akkor a Stay Frosty pálya következik. Stay Frosty ez egy
egy érdekes pályának hangzik. A lejátszás lista itt van mellettem, amiben majd belekerül annak a videója is, úgy, ahogy az eddig összes korábbi. Kíváncsi vagyok még az idei maszk majd milyen infókat fog mondani, vagy hogy mi lesz még vele. Viszont Cortex már üzen nekünk itt a Snow Way Out-on, bejelentkezett, hogy na menjünk fel a hegy tetőre. Kattintsatok a lejátszási listára, hogyha szeretnétek látni a végigjátszás összes részét, találkozunk legközelebb.